A 2021. szeptemberi adatok alapján a nagyvárosokban 400 ezer forint fölött volt az átlagos négyzetméter ár, ez manapság már az 500 ezer forintot is meghaladhatja. A megyeszékhelyek közül a felújítandó lakásoknál a négyzetméter ár jelenleg Székesfehérváron a legmagasabb, ez 528 ezer forintot jelent. Szakértők szerint az árakat elsősorban mindig a kereslet határozza meg, a családtámogatási rendszerek pedig rendkívüli módon felpörgették a keresletet. Rendkívül megnőtt az ingatlanok utáni kereslet, míg a kínálat az mérsékelt maradt. Ennek, ugye itt a használt ingatlanokról beszélünk, ennek elsősorban az az oka, hogy nagyon sok ingatlan gyakorlatilag még mindig a régi hitelekbe be van ragadva. Azok az ingatlanok, amelyekre régen vettek fel hitelt és nem tudták fizetni, nem kerülhetnek piacra. Ezen ingatlanok kapcsán közrejátszik a hitelmoratórium, valamint a kilakoltatási és árverezési moratórium. Ezek miatt pedig sem eladni, se bármilyen más módon nem lehet őket értékesíteni. A 2020-ban kezdődött vírusválság következményeként az új ingatlanok építése is visszaesett. A tavalyi évben az első háromnegyed évben 25%-kal kevesebb ingatlant, új ingatlant adtak át országosan, mint 2020-ban. Tehát ezek együttvéve, tehát kevesebb új ingatlan épült, tehát amiből tudnak vásárolni, nagyon kevés az eladó ingatlan, illetve nagyon magas a kereslet. Ez együttesen azt hozta, hogy jelentősen megnőttek az árak. A KSH decemberi felmérésének statisztikája szerint 2022-ben 95 ezer ember vásárolna ingatlant, míg ugyanez a szám 2020 decemberében mindössze 57 ezer volt. Ennek alapján az ingatlanárak további emelkedése várható. Becslések szerint a használt ingatlanok árai átlagosan 3-6%-kal emelkedhetnek, az új ingatlanok esetében pedig 7%-os emelkedésre lehet számítani országos viszonylatban.